Hálát adok néked, Uram, hogy minden méltatlanságom ellenére a te nagy jóságod folytán keresztény szülőktől származom. Hálát adok neked, hogy a keresztség szent vize és a lélekben történt újjászületés által megszabadítottál az áteredő bűn láncaitól. Hálát adok neked, hogy fogadott gyermekeid közé tartozom. Hálát adok neked, hogy meghívtál a hit ismeretére, hogy méltóztattál kegyelmed fénye, és szent anyánk az egyház tanítása által a hitet szívemben növelni és megerősíteni. Növeld bennem minden nap ezt a hitet, a szent és igaz hitet, az egyetemes és egyetlen hitet, a bölcs és megrendíthetetlen hitet, az összes erényektől megszépített hitet, azt a hitet, amely a szeretet által képes megtenni bennem mindazt, ami kedves te neked. Amen. Igazság. Mi a te tanításod, és mi az az út, amelyen az atyához akarsz vezetni? Mutasd meg az utat, amelyen járnom kell. Mutasd meg nekem akaratodat, hogy magamra ölthessem, és a fényénél jobban megismerhesselek, és szolgálhassalak téged, örök szent háromság. Thank you.
Uram, Istenem, én reményem, hallgass meg engem. Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe. Adj erőt, hogy mindig és mindenütt arcod látására törekedjem. Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád. Te ismered erőmet és gyengeségeimet. Őrizd az egyiket, és gyógyítsd a másikat. Te juss eszembe mindenütt. Szeretnélek megismerni és megszeretni. Amen. Lélegezz bennem, Szent Lélek Isten, hogy ami szent, azt akarjam. Te parancsolj nekem, Szent Lélek Isten, hogy ami szent, mindig azt tegyem. Te hívogass engem, Szent Lélek Isten, hogy ami szent, azt szeressem. Erősíts meg engem, Szent Lélek Isten, hogy ami szent, hűséggel megvédjem. Te őriz engem, Szentlélek Isten, hogy szent kegyelmed el ne veszítsem.
Amen. Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk, köszönjük, hogy a keresztségben gyermekeiddé fogadtál minket. Azzal is megáldottál minket, hogy magyarok vagyunk. Köszönjük néked. Terjeszd fölénk a magyar ifjúságra és hazánk keresztényeire mindenkor védelmedet. Adj a gyermekeknek tiszteletre valóban méltó szülőket. Adj ifjainknak lélekkel nevelő tanítókat. Adj népünknek önzetlen, bölcs vezetőket. Add magyar egyházunknak a hitvallók okos bátorságát. Adj nekünk egymás iránt segítőkészséget, a viharokban erős lelket. Adj a szebb jövőhöz reménységet. Áldj meg minket és hazánkat, boldogító áldásoddal, és segíts abban is, hogy akik a megpróbáltatásokban, kísértésekben meginoktak, szent hitünkben újra rád találjanak, mennyei Atyánk, megismervén téged, és Jézusban és boldogasszony anyánkban, Máriában nekünk adott szeretetedet. Amen. Thank you.
Úr Jézus Krisztus, Te, aki egyházadat a világ útjain vezeted, fordítsd tekintetedet Európára, erre a nagy lelkű földrészre. Századokon át misszionáriusok seregei indultak innen, hogy a föld minden sarkába elvigyék evangéliumodat. Ma Európának is szüksége van olyanokra, akik bátran és hűséggel hirdetik üdvözítő szavadat. Isten fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra vezette, hogy így válaszoljon, a te szavadra kivetem a hálót. Most közös reggeli imádságunk utolsó negyed órájában arra szeretnénk hívni benneteket, hogy kapcsolódjatok be abba az imádságba, amit mi a szerzetesi közösségünkkel nap mint nap, nap több időszakában is imádkozunk a zsolozsmába. Ennek a himnuszát, amit először fogunk énekelni belőle, megtaláljátok az éneklapon.
Ez óra itt a harmadik kezdettel, ezt egy ismert dallamon fogjuk majd énekelni. Utána nővérekkel eléneklünk három zsoltárt, és mindegyik zsoltár után énekelünk egy alleluját. És ebben is szeretnélek hívni benneteket, hogy a himnusz éneklésébe és az alleluják éneklésébe bátran kapcsolódjatok be. Bensőkromlat, lagép maradt,
Is
rómaiakhoz írt levélből. Ha Istent fia halála kiengesztelte akkor, amikor még ellenségek voltunk. Most, hogy kibékültünk vele, az ő életébe beoltódva még könnyebben megszabadulunk. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is az Istenben, Urunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Valóban feltámadt az Úr, halleluja! És megjelent Simonnak, halleluja! Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, Te a keresztségben újjáalkotva meghívtál minket a mennyei életre, és megadtad, hogy a megigazulás által alkalmasak legyünk a halhatatlanságra. Kérünk, vezess el egykor az örök dicsőségbe, hogy ott beteljesedjék megváltásunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.